Az intézmény dolgozói izgatottan várták az ünnepséget, mondta Szőke Anikó, a VIP gyakorlati oktatás vezetője. A nap programjai közé tartozott egy kiállítás megnyitó, emléktábla avatás, időkapszula elhelyezése és egy jubileumi gála is. Iskolát 4. alkalommal rendezi meg a VIP galériát, most rendhagyó módon a volt oktatóink és a jelenlegi oktatóinknak lesz kiállítása. Nagyon nagy kedvel, szeretettel fogadtuk a régi oktatókat és az alkotásaikat, most mindenki ebbe gyönyörködik, és mi is meghatóan állunk az elkészült alkotások mellett. Az emléktáblában lévő időkapszulában helyet kaptak korábbi és jelenlegi fotók. A diákok ezzel a jövő generációjának üzennek. A jubileumi gálán pedig a tanulókat, duális partnereket köszöntötték. A mai nap nem csak az intézményünknek, mint az iskolának fontos ez, hanem a diákjainknak, a volt, a jelenlegi pedagógusoknak, az intézményvezetőknek, a városnak, akik itt tanultak nálunk, akikből szakemberek lettek, nagyon nagy jelentőséggel bír, hiszen nem csak egy szakmát, hanem egy kis családnak a részese is lehettek. Gálosnyi Ádám Katalin 33 évig tanított az iskolában. Az itt eltöltött időszakra csak pozitív emlékekkel gondol vissza. Mint szakmai tanár kezdtem, marketinget, turizmust, idegenforgalmat, szakmai számításokat tanítottam, felszolgálást, majd szakmai igazgató helyettes lettem, utána igazgató, és elmentem nyugdíjba. Büszke arra is, hogy jelenleg egykori tanítványai is oktatják a jövő szakembereit. Én mindig olyan boldogan jövök vissza az iskolába, sokat úgymond szenvedtünk, mert nem voltak ilyen gyönyörű lehetőségei, mint most, de rengeteg szakmai embert adtunk a jövőnek. A 70 éves iskola célja, hogy sokrétű, mély, jól használható tudást biztosítson a diákoknak, akik a jövő vendéglátósai, illetve turisztikai szakemberei lesznek. Szőke Anikó elmondta, a duális partnerek támogatók összefogással nagymértékben hozzájárultak ahhoz, hogy az ünnepi program megvalósuljon.